Pierre Vágó idén augusztusban lenne 112 éves. Kortársai, itthoni ismerősei, barátai már mind elmentek. Nekem megadatott, hogy több mint negyed századon át, 92 éves korában bekövetkezett haláláig megtisztelt a barátságával. A Magyar Televízió archívuma sokórányi vele készített interjúmat őrzi, köztük két portréfilmet is. Hát azt, amit úgy hívnak, hogy globalizáción, vagy globalization, mit tudom mi, az csak azt jelenti, hogy a csatába a pénz és a szellem között, vagy Isten és Mammon, hívják a gyakorlat, a nagy győző most a pénz és a Mammon. És ezek mindent ők vezetnek, és csak az ő érdekükbe tesznek. Minden csak erről van. Szerintem ebben a csatában a mindenféle idealizmusnak most már vége van, sajnos. Örökre? Nem. Mert mégis bízom az emberbe. A természetben látom, most, hogy inkább a természet közepén élek, és nem az ember közé. Az önvédelem. Minden faj, minden állat, minden növény védi magát, és előkészíti a jövőjét. Én nem tudom elhinni, hogy ez az állat, az ember, aki ennyi mindent tudott eddig kitalálni, és felépíteni, és megvalósítani, nem tudja önmagát megvédeni. És én azt hiszem, hogy mikor azok, akiknek a hatalom teljesen a kezükben van, ami egész kis csoport ember a világon, akiknek nincs hazájuk, nincs semmi, mert csak az érdem, a pénz, és hogy lehet ez. Én azt hiszem, hogy az egész szisztéma tönkre megy, hogyha ez tovább így megy. Mert eladni nem lehet, hogyha nincs, aki vesz. Biztos vagyok, hogy elég okosak azok, akik most az urak, hogy ők maguk fogják az új, jobb életet megszervezni. Pierre Vágó idén augusztusban múlt 90 éves, mégis fiatalabb, mint legtöbb ifjú kortársa. Bölcs derűje, élénk szelleme és mély embersége őrizte meg irigylésre méltó frissességét. A világ építőművészetének 20. századi történetét alig ha lehet megírni Pierre Vágó nevének említése nélkül. Vágó Péter, ahogy 9 éves koráig nevezték, nem csupán gazdag építészeti pályafutásával, de fáradhatatlan és eredményes nemzetközi szervező tevékenységével is beírta nevét a világ e-századi építészet történetébe. Már a 30-as évek elején nemzetközi építészeti vitafórumot alapít, amelyből 1948-ban Lozánban megalakul a világ építészeinek egyetlen világot átfogó szervezete, az ÜIA, az Építészek Nemzetközi Szövetsége. Építészeti életműve is jelentős. A háború után Dél-Franciaországban történeti városok sikeres rekonstrukciói fűződnek nevéhez. Észak-Afrikában lakóházakat, bankokat tervez. Le Mans iparváros átépítése, bővítése máig a legsikeresebb modern városok közé tartozik. Tucatnyi templomot tervez. A Lilly Egyetem épületegyüttese és a Bonni Egyetemi Könyvtár mellett leghíresebb műve a Lourdes-i 10. Szent Pius pápáról elnevezett bazilika. 45 éves, amikor újra megtanul magyarul. Az utolsó, a 90. születésnapjára készülő portréfilm forgatásán már úgy beszélt, mint aki pontosan tudja, ez az utolsó alkalom, hogy még hosszan mesélhet. Mikor búcsúztunk, azt mondta. Magam sem értem, de nagyon erős honvágyat érzek. Szeretnék még egyszer Budapestre menni. Szerveztük az útját, de nem várta meg.